Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, ez itt a Kezdőkör sportos kibeszélő magazin műsorunk, bele is csapunk a közepébe. Először bemutatom mai vendégeinket, Somos Zoltán. Itt van velünk először is, köszönjük, hogy eljöttél, Salló István, a MOL Fehérvár FC sportigazgatója. És hát be se kell mutatni, Horog László, ki ne ismerni. Köszönjük szépen, Laci, hogy te is itt vagy. Jó, hogy itt vagy, Salezd a Laci. Igen. Hát csak miatta jöttem én is. Megtiszteltetés. Semmi is hallom, csak a szikártények. Szeretem. Hát tulajdonképpen akkor elmondhatjuk, hogy most a néhány hónapja itt dolgozol Fehérváron, és akkor itt megvan a csúcs. Együtt lehetek egy műsorban. Azért Pista, az nem akármi. Ilyen még nem volt. Vasárnap 2-0-ra vezet a csapat, és az egyik boxból átüvöltenek, hogy hallója egy zseni. Azért az nem akármi. Néztem, hogy ki az. Nem volt haja. Na hát most a hétvége után gondolom jó sportigazgatónak lenni, de milyen ez az elmúlt pár hónap? Hát elég intenzív, egyrészt ugye az átigazolási időszak közepén érkeztem, és azért az nem egy egyszerű mutatvány, hogy egyik héten még a zalaegerszegi szemmel nézed a világot, és egy olyan csapatot próbálsz összerakni, amelyik üzembiztosan bent tud maradni, majd a következő héten már azt kell nézni, hogy tudsz egy bajnok esélyes csapatot összerakni, úgyhogy ilyen szempontból azért ez nem volt könnyű a nyár. Ráadásul rengeteg sérülés volt, példátlanul sok sérülés volt a csapatnál, erre még rájött ugye a Covid helyzet, úgyhogy volt gondunk bőven, szerintem most kezd kiegyenesedni a csapat, jönnek vissza a sérültek, és megfelelő formába kerül a csapat, meg most már egy picit az eredmények is kezdenek alakulni, úgyhogy elindultunk így a surranó pályán fölfele. És mennyivel nagyobb a nyomás? Hiszen ugye azért ott is nagy a nyomás, ahol kiesés ellen kell küzdeni, meg itt Fehérváron évek óta. Azt hittem, hogy itt kisebb egyébként, de aztán rájöttem, hogy nem, mert ugye itt még egy döntetlen az vereség gyakorlatilag, az óriási kudarc, meg még ha nyersz, akkor is lehet, hogy kudarc, mert nem szép játékkal nyered meg, de hát a másik oldalról meg élmény ilyen minőségi játékosokkal dolgozni, úgyhogy meg ezen a szinten dolgozni, ott keresgélni, ahova eddig az ember oda tudott szagolni, tehát hogy azért ez egy nagyon nagy kihívás és szép munka, kell egy pici idő, de én bízom benne, hogy össze fogjuk tudni hozni. Tudom, mint a futballmenedzserbe kapná egy másik nullával végződő számsort. Nem tudom, a Tomi szokott azt játszani, meg gondolom azért a profi sportvezetők is néha ránéznek az ilyen, azt hallottam, hogy már egész komoly szinten vannak ezek a játékok. Tehát, hogy nem ugyanazzal a kerettel gazdálkodik az, aki nyilván a MOL Fehérvár vezetője, de a keret minősége azért érdekelne, mert itt ebben a műsorban néhányszor már kitárgyaltuk a Vidit az elmúlt hetekben. És mire jutottatok? Én mondtam ki azt, és ezt vállalom is, hogy ez egy jó keret egyébként, de hogy mondjuk az elmúlt 10 évet tekintve ez szerintem az egyik leggyengébb keret itt Fehérváron. Hát egyrészt szerintem nagyon fontos azt látni, hogy kik a versenytársak. Tehát azért a Vidi felemelkedés, amikor elindult ugye az új tulajdonosi körre, amikor Garancsi István átvette ezt a csapatot, akkor azért pénzügyileg kiemelkedett a mezőnyből, és egyeduralkodó volt, és nem volt Ferencváros. Az elmúlt 5 évben a Fradi megérkezett, és elkezdett irtozatosan erősödni, főleg az elmúlt 3 évben azt gondolom, hogy a Hajnal Tomi oda került, szisztematikusan szépen haladnak előre, volt egy jó edzőváltás, vagy választásuk, ugye Rebrovval, én azt gondolom, hogy nagyon illett abba a rendszerbe, úgyhogy megérkezett egy nagyon erős rivális a Vidinél. Tehát ha nem lenne ilyen erős a Fradi, akkor az elmúlt 5 évből szerintem 4-szer a Vidi simán bajnok lett volna. Most pont az a nehéz, így hogyha a játékosok minőségéről beszélünk, hogy 2 lehet megkülönböztetni. Az egyik, amikor arról beszélünk, hogy egy játékos technikailag, taktikailag milyen, és van ennél egy fontosabb dolog ezen a szinten, hogy mentálisan alkalmas-e arra, hogy bajnok legyen. Ez 2 külön dolog. Tehát én azt mondom, hogy a Cristiano Ronaldo-t sokan kritizálják, Cristiano Ronaldo vagy Messi nem azért a világ legjobb játékosai, mert fülükön pörgetik a labdát, hanem mert olyan mentális erő van bennük, hogy nem érdekli őket, hogy mennyit hibáznak, hogy hibáznak. Amikor kell, akkor ők előjönnek, és azt az egy gólt, ami a különbséget jelenti, azt ők hozzák. Na most nekünk ilyen játékosból van kevés jelen pillanatban ebbe a keretbe, akik azokat a különbségeket, amikor elmegyünk egy Újpesthez, és tényleg csak egy gól kell, és teljesen mindegy milyen játékod, de simán behúzod, amikor mezőkövesden a végén ki kell húzni az utolsó másodperces. Tehát, hogyha így végigmegyek a szezonon, akkor 8
10 olyan pontunk van ebbe a bajnokságba bent, ami bennmaradt, amit egy mentálisan erős, úgy hívom, bajnok csapat simán behúzza. És most mi még nem tartunk ott, de ide vettem a Fradi meccset. Tehát a Fradi, akkor tele voltunk problémával, Covid, épp hogy ki tudtunk állni, gyakorlatilag az orvosi stáb állította össze a kezdőcsapatot, de mégis ez egy olyan meccs volt, hogy ide is, oda is eldőlhetett volna, és nem véletlen, hogy most még ez a Fradinak dől el. De azon dolgozunk, hogy meglegyenek azok az emberek, akik átbillentik a mérleg nyelvét, és csak ennyi hiányzik. Nem feltétlen az a minőség, hogy ki tud szebben cselezni, vagy ki tud nagyobbat rúgni, hanem mentálisan egy picit erősebb csapat kell ehhez, hogy a Fradit le tudjuk győzni. És akkor Kisvárdán meg Felcsúton erősebbek mentálisan? Mert ugye itt mondod, hogy az elmúlt öt bajnokságban négyet a Vidinek meg kellett volna nyernie, ha nincs ez az erősségű Fradi, de hát tavaly ugye nem sikerült még a második helyre se odaérni, és most is azt mutatja a bajnokság, hogy vannak csapatok, akik jobban állnak. De ezek szerintem ez azért csalóka, mert most szerintem egy Kisvárda vagy egy Felcsút játékos állománya gyengébb, mint a Vidié. De mondjuk amikor átülök a zalaegerszegi klubvezető szerepébe, és jön hozzánk a Puskás, vagy jön hozzánk a Kisvárda, akkor azt mondom, na, őket meg lehet verni. Tehát ki jössz, focizol ellenük. A Vidi jön, a Fradi jön, akkor ássuk be magunkat. Tehát teljesen más taktikával játszik valaki a Puskás ellen, mert egy gyengébb csapat, vagy a Kisvárda ellen, nyíltabb a játék, ahol ők ezt ki tudják használni. A Vidinek pedig, és ez a másik, ami nagyon nehézé teszi az építkezés, olyan csapatot kell építened, és olyan játékosok kellenek a keretbe, akik képesek a felállt védelmet, a nagyon mélyen, nagyon defenzíven gondolkodó csapatokat föltörni. Mert ha megnézed az ősz szezont, amelyik csapat kijött ellenünk focizni, azt nagyon vertük. Tehát ide jött a Paks, a Honvéd, tök jó meccseket játszottunk. Az feküdt nekünk. De még most ide vettem az Zalaegerszeget, akik kulturáltan próbáltak focizni. Abban a pillanatban, hogy valaki beássa magát, most az Újpest háromszor ment át a félpályán, és nem is úgy ment át a félpályán, hogy akciót vezettek, hanem mi oda passzoltuk nekik. Tehát, hogy egy ember lépett át a félpályán, háromszor hoztuk őket helyzetbe. De azt azért a világ labdarúgásában is nehezen törik fel. És ugye itt jön be az, hogy kellenek olyan típusú kreatív játékosok, akik képesek ilyen csapat ellen játszani, de lehet, hogy ők fizikálisan nem lesznek alkalmasak arra, amikor a nemzetközi meccset játszod, vagy egy olyan csapattal találkozott. Tehát itt kell a kerettel okosan játszani, hogy legyen ilyen típusú játékosunk is, meg olyan típusú játékosunk is. Úgyhogy szerintem nincs ellentmondás abban, amit mondasz, hogy ezek a csapatok gyengébbek, játékos állomány tekintve, de jelen pillanatban több pontot gyűjtöttek. Hát hosszabb távon majd nyilván kijön ez. Igen, érdekes, mert valóban ha a világfutballját globálisan nézed, ott pont ugyanezt történik, hogy vannak azok a csapatok, amelyekkel szemben mindenki védekezik és megúszni szeretne, de nyilván azzal a kvalitással, amivel mondjuk egy Manchester City vagy egy Real Madrid rendelkezik, ezt is megoldják. Előbb-utóbb valaki megadja magát, kivéve a Sheriff Tiraspol az ellenfél Madridban. Meg szerencsénk is van. Velük is történik ilyen baleset. Úgyhogy ez biztos így van. Az azért érdekel, hogy ilyen szempontból is ilyen fejjel nézve most a keret, a fejedben megtörténő átalakítás az hol tart, mondjuk a gyakorlatban is? Hát ugye azt lehetett volna, hogy 5-6 játékos az, akit szeretnétek hozni majd akár a télen már. Igen. Most azt kell látni azért az átigazolásnál, ez egy eléggé bonyolult folyamat egy játékosnak a megszerzése, mert meg kell találni, rá kell világítanunk, hogy hol vannak a legnagyobb problémáink, oda keresünk játékost. Meg kell találnunk a megfelelő szakmai, a megfelelő játékost. Anyagilag ugye el kell érnünk egymást, hogy mindenki elégedett legyen, a klubja, a játékos, a menedzsere, a mi klubunk, és utána jön az, hogy akar-e Magyarországra jönni focizni. Na, ez a legnehezebb része. Tehát most az elején kérdeztétek, hol nagyobb a nyomás, mert Zalaegerszegen az volt a problémám, hogy Magyarországon belül Zalaegerszegre magyar játékost meggyőzni, hogy jöjjön oda, nagyon nehéz volt. Pesten sokkal könnyebb, mert Pest központú ebből a szempontból is az ország. Fehérváron meg jön a másik probléma, hogy a külföldit meggyőzni, hogy a mi bajnokságunkat válassza. Tehát, hogy ehhez ott kellene lennünk tartósan a nemzetközi porondon,
Plusz, ami egy nagyon nagy hiányossága a magyar labdarúgásnak még jelen pillanatban, és ez az utolsó lépcső szerintem, ami hiányzik ahhoz, hogy felérjünk ezekhez a kisebb országoknak a szintjére, hogy adjunk el játékosokat minden évben. Tehát, hogy ez legyen egy kiszámítható ugródeszka, mint amit a Dinamo Zágráb, a Partizán Belgrád, ezek a csapatok föl tudnak mutatni. És ez jelen pillanatban nincs meg Magyarországon. Tehát, hát talán a Fradi az, aki mondjuk nem ad el. Tehát nem adsz el. Tehát, hogy nem, de most mondom meg a Fradiból, tehát egyet eladsz, de nem az a fajta, amit a játékosnak be tudsz mutatni, most mint a Partizán Belgrád játékossal beszéltünk, pénzbe is elértük minden, de azt mondta, hogy ő ott nemzetközi porondon játszik, és a Partizánban játszik, és onnan ő tud dobbantani egy nagyobb ligában. Tehát, hogy nekünk még ez kell, még mindig nincs a magyar bajnokság megítélése azon a szinten, mint a környező országoké, pedig most én pont az elmúlt 3 hónapban azért körbejártam, minden héten voltam valahol mérkőzésen Horvátországba, Szerbiába, Szlovákiába, Szlovéniába, és a mi bajnokságunk a legjobb ezek közül. Ha azt nézed, hogy a körülmények, a liga, a szervezettség, pénzügyileg mindenki rendben van, a stadionok, de mégsem helyeznek még minket arra a polcra, ahova kellene. Tehát igen, szeretnénk 5-6 játékos, de az 5-6 játékos, tehát annál erősebb a keretünk, hogy csak azért nem akarunk igazolni, hogy igazoljunk. Hanem olyat szeretnénk igazolni, aki egyértelműen előrébb viszi a csapatot. Ez a nehéz része, és ezeket a játékosokat megtalálni. Úgyhogy hát ha 5-6-ot nem is tudunk igazolni télen, de amennyit tudunk ahhoz, hogy előrébb lépjünk. Vannak különböző posztok, ahol kreativitást, amit említettem, támadásbefejezésben is vannak hiányosságaink, azért nem mi rúgjuk a legtöbb gólt, védekezésben is megvannak azok a hibák, amiben egy kis stabilitás kellene. Középpályán nagyon vékonyan vagyunk, úgyhogy vannak olyan posztok, ahol mindenképpen szeretnénk igazolni. Két dolog jutott eszembe. Kétségkívül a magyar futball előrelépését jellemzi, tehát túlozom, hogy lényegesen több pénz van benne, mint korábban. Korábbi esztendőben elképzelhetetlen volt, hogy a Bilbaónak vagy az Anderlechtnek a nem is a kulcsembere, de stabil játékos, minket válasszon. Ez nekem annyira meglepetésként hatott a nyáron, és az előrelépés egyértelmű zálogának gondolom. Hát azt mondom, hogy ezek azok a típusú igazolások, akiket nagyon nehéz meggyőzni, de megfelelő időben, ha elkapsz ilyen játékos, mint a Kenan Kodró, pont egy olyan posztban volt, amikor ő már elő akart lépni, hogy ő most már játszani akar, ő akar válogatott lenni, és ezek a játékosok, ami nagyon pozitív a Vidire egyébként, hogy ugye azzal kezdi minden játékos, hogy van-e ismerőse a csapatba, vagy Magyarországon, és megkérdezik, hogy mi a vélemény. És mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott. Tehát például a Makarenko kimondottan az Iván Petráknak köszönhetjük. Tehát, hogy annyi jót mondott a csapatról, a városról, a klubról. Szerintem a legjobb igazolásunk volt nagyjából. A Kodróval együtt körülbelül eddig az utóbbi időben. Csak azt kell látni, hogy ez az a minőség, amivel előre tudunk lépni. És ezek a játékosok a nagyon nehezek, hogy ilyen játékos találják. Tehát ott van ugye Marina, a Fradiban most rúgta az első gólját a bajnokságban. Nyilván lehet, hogy kicsit másik eset, mert ő neki meg már az élefejé megy a nemzetközi pályafutása, de valamiért még őt is ide lehet hozni Magyarországra. Hát igen, Marinálunk is fölmerült egyébként, de mivel áprilisban játszott utoljára mérkőzés, nekünk azonnal bevethető játékos plusz az életkora miatt, mi kockázatosnak ítéltük meg az ő leigazolását. A Fradi annyiban van előrébb, hogy egy-egy ilyen rizikósabb igazolást bevállalhat. Vagy bejön, vagy nem történik semmi. Nekünk, mi nem itt tartunk. Tehát nekünk most mindenkit bele kellene találni, hogy gyorsabban utolérjük őket. Itt megint visszatér a pénz, hogy a Fradinak van erre kerete, hogy egy Mohamed Besicet, illetőleg az imént szóba került játékost Marint a magyar bajnokságra igazolnak. És én ezt rendkívül luxusnak találom, tehát nyilván jól felfogott érdekből döntöttek ők. Hogy érted, hogy van keretük? Hát anyagi keretük van arra, hogy két ilyen játékost a magyar bajnokság nemzetközi poronda nem vethetik be őket. Ez nálunk is rendelkezéssel. Tehát nem ez a nem pénzügyi probléma van a két klub között, vagy különbség. Tehát, hogy én ebben nem látok különbséget jelen pillanatban, hanem abban látok, hogy ők annyival vannak előrébb, hogyha ha most 8-at mellé lőnek, akkor is erősek. Tehát mi ebbe nekünk előre kell lépni. Tehát, hogy sok olyan van a keretben, akik vagy sérülés, vagy nem váltak be, ki kell cserélnünk. Tehát, hogy ez egy folyamat. És ugye azt is látni kell, hogy azért nem olyan egyszerű dolog cserélni játékos, mert aláírsz fel 2-3 éves szerződést,
és jó feltételekkel, akkor nem biztos, hogy el akar menni. Biztos, hogy nem akar elmenni. De mi kell ahhoz egyébként, hogy mondtad, hogy a környező országokat körbejártad, és hogy sok szempontból a miénk a legjobb liga, de hogy mi kell ahhoz, hogy a játékosok szemében is, vagy a menedzserek szemében is az az ország legyünk, aki, ahova érdemes igazolni, te is mondtál, hogy évről évre tudjunk eladni mondjuk a nemzetközi kupában induló csapatok 2-3 játékost. Én azt gondolom, nyilván az kell, hogy stabilan a nemzetközi kupába szerepeljünk, ahhoz meg olyan játékos kell hozni, aki meg egyelőre még nem jön ide, tehát picit ilyen 22-es csapdájának tűnik. Azt kell látni, hogy kinek mi a filozófiát. Tehát, ha most megnézzük mondjuk a Dunaszerdahely, vagy a Salzburgnak a filozófiát, teljesen egyértelmű, hogy a nemzetközi foci most ez a legdivatosabb, 18 és 23 éve kor közötti játékosokat keresnek, felfuttatják őket, eladják, továbbadják. Ugye ezzel szemben mondjuk a Vidi is és a Fradi is más irányba van, mert most a magyar foci abba az irányba megy, hogy jussunk be valamelyik nemzetközi kupának a csoport küzdelmeibe. Ehhez először minőség kell. Tehát nem véletlenül, hogy mi azért inkább azon a végén vagyunk, ahol már eladják a játékosokat. Tehát inkább tapasztaltabb, rutinosabb játékosokat keresünk, akik nem feltétlenül az a cél, hogy eladjuk őket, hanem inkább az a cél, hogy minőségbe előrelépjünk velük. És hogyha ez a keret megvan, akkor fordulhatunk abba az irányba, hogy hozzunk majd fiatalokat, akiket később el tudunk adni. Tehát még nem tart ott egyik csapat sem. Vagy azt kellene mondani, most 5 évig feladom ezt a koncepciót, leszek a hányadik leszek, és akkor elkezdek építkezni alulról, de valahogy az eredmény is kellene. Tehát most próbálunk ilyen hibridbe gondolkodni, hogy egy erősebb kezdőcsapatot összerakni, és mögéjük olyan játékosokat, akikben viszont potenciál van. De ez idő. De egyelőre nem látom sem a Fradinál, nálunk meg biztosan nem az az elsődleges cél most, hogy játékosokkal kereskedjünk, hanem hogy megpróbáljunk ott lenni a nemzetközi porondon. Ami nekem nagyon érdekes ebben a csapat szereplésében, az ugye az edző, illetve a szakmai stáb szerepe több szempontból is, egyrészt mert elmondtad is tudjuk, hogy gyakorlatilag ezt a stábot is örökölted, vagy a keret nagy részét is, tehát ugye neked nem volt még lehetőséged ilyen döntéseket hozni. Másrészt elég sokat beszéltünk itt már az elmúlt hetekben arról, hogy Szabics Imre is azok közé a meglehetősen kevés számú magyar edző közé tartozik, akiknek azért már van külföldi rutinja, de gyakorlatilag most került életében először ilyen súlyú szakmai feladat elé. És hát nyilván ennek megvan az előnye, hátránya is. Most te hogyan értékeled pillanatnyilag a szakmai munkát, illetve készül-e ilyen fajta értékelés mondjuk a szünetre? Hát folyamatosan értékeljük a szakmai munkát. Egyébként a Szabics Imrékkel együtt dolgoztam Imrével a válogatottnál. Mindig mondtam neki viccesen, hogy nálam lesz először edző. Én hívtam is Zalaegerszegre, de mondta, hogy akkor valami komolyabb helyre menjek. Aztán így keveredtünk össze. Tehát én az ő helyzetbe hozását egyébként jó elképzelésnek tartottam. Most az Iminek a megítélése azért nagyon érdekes dolog, mert most ugye láttuk, a Debrecen szurkolók írtak a klubnak ugye egy petíciót, hogy is írták, hogy határozott és rutinos edzőt keresnek. És ugye mindenkiben van egy ilyen kép az edzőről, hogy az egy kiabálós, határozott, olyan kiállású legyen. És ugye az Imre személyisége az olyan, hogy nem szereti a kamerát. Ő nem szeret nyilatkozni, soha nem volt ez, aki előtérbe tolta magát, és nem biztos, hogy a kamerán keresztül, amit lát a külső szemlélő, nem biztos, hogy a valóságot látja. Mert én meg látom azt, hogy ahogy dolgoznak a nyugati minta alapján, a munkamorájuk reggeltől estig ott vannak a pályán, elemeznek, rengeteget dolgoznak. Nyilván van bennük rutintalanság, amikor már neked kell meghozni a cseréknél a döntést, hogy lehet, hogy majd 5 év múlva már ezekben rutinosabb leszel. De én úgy látom, hogy jól dolgoznak, Torgásany és a Juhászról is nagyon lelkesek, apait, anyait beleadnak ebbe az egészbe, és én nagyon korrekt akarok velük lenni, szerintem ők is örököltek egy játékos állományt, ami egy lefele mutató irány volt a Vidinél, amit meg kellett tavaly állítani, tavaly ez sikerült, majd valamiért, nem tudom miért, egy olyan mentális ütés érte ezt a csapatot ezzel az Ararat elleni kieséssel, amiből az első hónapban
Hát, én azt láttam, hogy bementem közéjük is, hogy azt se tudják, hogy merre van az előre. Tehát olyan szinten megütötte őket az a negatív szereplés. Itt jön be a karakter szerepe, amiről beszéltünk, hogy nem tudom elképzelni, hogy a Cristiano Ronaldo-t bemegyek az öltözőbe másnap, és ilyen szinten megüti egy meccsnek az eredménye. Tehát, hogy kihúzza magát, köp egyet, és megy tovább. Az biztos. Tehát, hogy nálunk mi magyarok annyira belénk van ivódva ez a, és ezt várjuk el, ez a szomorúnak kell lenni, pedig ez egy hosszú háború, mivel vannak csaták, és nem számít, hogy most egyet-egyet elveszítünk, nem kellene egyből vedd le, amely ezt akarodjon, azt akarodjon, tehát nagyon nehéz így dolgozni, és ilyen szempontból én szeretném megvédeni a stábot, hogy egyelőre nem lehet őket úgy megítélni, mert nem volt olyan csapat a kezükbe, amivel azokat az eredményeket el kell érni, és én abba bízom, hogy télen ez sikerülni fog. Szerintem szépen ezeket a nehéz időszakokon is túlmentek. Nekem az Imrékkel együtt dolgozni, az Imrével együtt dolgozni, így sportigazgatóként mindig van egy nehézség a sportigazgató és a vezetőedző között. Az, hogy egy kultúrember nyugati társadalomból jött, amikor jött a Covid probléma, akkor nem sírt itt a médiába sem, hogy akkor ő így, meg úgy van, ez van, így kell őket felkészíteni. Sokkal rugalmasabb ezekbe a dolgokban, mint egy-két ilyen begyöpösödött, kvázi határozott, nem tudom, szigorú edző, amit a szurkoló ugye elvárna. Ebből a szempontból nagyon konstruktívan lehet vele együtt dolgozni, és nagyon bízom benne, hogy a csapat fejlődésével ők is egyre jobban belelendülnek ezekbe a dolgokba, és a végén sikeresek leszünk. Úgyhogy szerintem még egy picit azért lassan kell ezekkel a megítélésekkel bánni. De most pont a Barcelonának néztem, hogy ő volt téve, hogy a legutóbbi 4 edzője, mind a 4-et kivásárolták, mind a 4-et kifizették a lelépéssel, és 4 edző ment, és semmi eredmény, nihil az egész. Tehát, hogy mindig azt szoktam mondani a szurkoknak, nagyon könnyű edzőt kirúgni. Megemelem a telefont, behívom, vagy akár telefonon is ez már működik, csak kit hozol. Tehát, hogy azért mi egymást is hívjuk klubigazgatók, hogy mi a véleményed erről, arról, és látom, hogy mindenki vakarja a fejét, hogy ki az igazán jó edző. Ma Magyarországon a tavaly, aki elkezdte az NB1-et, egyetlen egy edző van, aki idén is elkezdte. A Hornyák Zsolt. Tehát a 12 csapatból 11 új edző jött. Tehát, hogy ez egészen hihetetlen ez a körforgás, és állandóan fejeket követelnek a szurkolók is, és a média is, mert ugye, és szerintem egy picit le kéne nyugodni. Már volt egy olyan javaslatom, hogy a FIFA-nál azt mondanám, hogy egy csapat 3 évente válthat edzőt. És 3 év alatt egyszer változtathatsz. Tehát, hogy ez, amit művelnek a csapatok... Bekerülnél a történelmi bosszman. Tehát, hogy az edzők azok biztos, hogy imádjukba foglalnának. Most gondold bele, hogyha edző lennél, hogy lehet úgy dolgozni? Tehát, hogy állandóan most kikapsz kétszer, és már takarodnak kell. Az a nyomás, én azt gondolom, hogy... Jó, csak azt meg ne felejt. Tehát, hogy mit tudom én, a Mourinho-nak volt olyan időszak, hogy 3 helyről kapott pénzt, mert olyan szerződést kötött, hogy a lelépési díj az akkora volt, hogy nem tudták egy neki fizetni. Jó, én mindig úgy vagyunk, amikor kirúgjuk az edzőt, hogy miért kell lelépési díjat fizetni. Az edzők meg ugye úgy vannak, hogy ez egy főállás nekik, ők erre tették fel az életüket, és ebben vannak olyan időszakok, amikor munkanélkül vagy. Tehát azért kell annyit fizetni, hogy azokban az időkben is nem kell elmenni neki dolgozni, nem tudom mit csinálni, hanem arra fókuszál, hogy a következő munkára kész legyen, nézze a mezőnyt, foglalkozzon a saját fejlődésével, stb. Tehát, hogy átlag egy edző, múltkor megnéztem az elmúlt 10 évben, egy kezemben meg tudom számolni, aki legalább a 10 évben, a 120 hónapból a felét ledolgozta első osztály vagy másodosztályban. Tehát ez elképesztő kevés. Abszolút egyetértek azzal, hogy a nyomás, ami amúgy is van egy edzőn, az éppen elég neki ahhoz, hogy neki még egyéb más szempontoknak, meg elvárásoknak is meg kelljen felelni. Én nagyon nem szeretem azt, amikor azt hallom, látom, olvasom szurkolóktól, hogy az a jó edző, aki kiinteget, aki fölveszi a sálat, aki kimegy a B középhez, és akkor ő már a mi emberünk, és nagyon szeretjük. Mondtad te is, és valóban Szabics Imre nem egy kommunikatív típus, ezt játékosként is megtapasztalhattuk, amikor még nyilatkoznia kellett, meg látjuk edzőként, és ettől még nyilván végezhet nagyon jó munkát. Reméljük, hogy az eredmények majd ezt igazolják, de most pont a Huszti Szabi jutott eszembe, aki pedig ugye gyakorlatilag még fél lábbal a pályán kapott egy óriási lehetőséget, hogy az egyik legnagyobb múltú magyar csapat edzője lehet, és gyakorlatilag tegnap előtt óta már nem ő az edző, nem tudom, 12 forduló után, hogy azért nagyon tassa lehet tenni egy pályafutást is, nem? Tehát, hogy azért, amikor valakit esetleg túl korán bíznak meg egy ilyen feladattal, és lehet, hogy később egy jó edző lesz,
De azért rögtön oda tenni Debrecenbe, ahol tudjuk, hogy tök mindegy, hogy újoncok, mindig hatalmas az elvárás, és most oda vitték azt a Carillót, aki meg itt legutóbb megbukott, és a szurkolók elégedettek, hogy jött egy edző, aki edző. Aki volt bajnok. Igen. Tehát, hogy azért nehéz dolog ez, amikor a Neonban végeztem a Pro License-t, akkor volt egy előadás így az edzőkeringőkről, és ott azt a statisztikát hozták ki, hogy a tizenvalány évet vizsgáltak az angol fociban, hogy aki először kapott munkát, annak 55%-a soha többet nem kapott munkát, még egyszer. Tehát kvázi 20-10 Szabolcs, annak az esélye, hogy még egyszer kap egy NB1-es kispadot, ennyi az esély. Tehát, hogy viszont most vedd a másik oldalt, a szurkoló mit mond? Jöjjön egy ikon, aki legalább itt játszott, és akit szeretünk, ne legyen állandóan ugyanaz a körforgás, ne ugyanazok az edzők legyenek, és akkor mikor klubvezető vagy és döntéshozó, akkor azért figyelembe veszed ezeket a hangokat, tudat alatt, vagy tudatosan, vagy tudat alatt, de azért figyelembe veszed. Majd utána az egyiknek hozod nem tudom, az ikonodat, aki itt játszott, és azt mondta, hogy na, akkor őt tesszük edzőnek, akkor van, aki tapsolni fog. A másik azt mondja, miért ilyen nyeretlen 2 évest hoztál, nincs még rutinja, miért nem dolgozik valahol. Tehát nagyon nehéz. A vége az, hogy ha van eredmény, akkor jó az edző, nem nincs eredmény, akkor nem jó az edző. Most látunk nagy játékosokat, Arteta elment másodedzőnek, ugye Guardiola mellé, onnan lett vezetőedző, volt egy nagyon-nagyon rossz éve azért az Arsenalnak, mégis kitartottak mellette, most idén úgy néz ki, hogy magukra találnak, annak ellenére, hogy nem igazoltak valami szupersztárokat. Xavi például elment az arabokhoz dolgozni, ott fejlesztette tovább magát, vagy próbálta ki magát, most ő lesz a Barcelona edzője, tehát valahogyan én a németeket szeretem ebből a szempontból, akik ugye a második csapatból elkezdik felépíteni a fiatal edzőket, és utána így tudnak átlépni. De ott egy Dárdai Pali, akivel a Csány Sándor elnök úr szerintem óriási rizikót vállalt föl azzal, hogy előtte U15-ös edző volt Berlinben, majd hirtelen válogatott kapitánya lett, és az ember zseni, tehát hogy erre született. Tehát hogy ő meg azonnal tudta ezt hozni, szóval mindenki keresi az újat, ez amit a játékosokban. Tehát akarsz valami mást, valami felfedezni, akarsz adni lehetőséget edzőknek, és ezt a részét én szeretem egyébként, mert sok olyan edzőm volt, aki nálam kezdett, és én abban hiszek alapvetően, hogyha a klub erős, akkor a megfelelő átigazási politikával nagyon sokat tudsz segíteni a kezdőedzőknek is. De csak bocsánat, mert hogy ugye mondtad... Van még időnk? Még sokat beszélünk. Hajnalig. Széles vásznú. Hogy ugye szereted a németeket, akik ugye a második csapatnál... Most úgy értem, hogy ebben szeretem a németeket. Egyébként is a innovatív gondolkodásukat szeretem, de hogy ők építenek edzőt is. Tehát mi most ott tartunk, hogy építünk játékosokat, NB3-ban, nem tudom, tehát hogy ez megvan mindenkinek a fejbe, de ők építenek edzőt is, ami szerintem nagyon helyes, hogy a saját edződet építsd, aki ismeri a filozófiádat, ismeri a csapatnak a lépéseit, a hierarchiáját. Ez szerintem a németeknél példás. De erre akartam is rácsatlakozni, hogy építetek játékost, NB3, stb. És ez a másik igénye a magyar szurkolónak, hogy legyen magyar játékos a csapatban lehetőség szerint saját nevelésű, lehetőség szerint törzsökeres-fehérvári. Ebben nem vagyok biztos, hogy a nap végén ez fog számítani, nem az, hogy megnyerjük a bajnokságot, vagy nem. Tehát, hogyha hallom ezeket a hangokat, ugye a Fradinál is, hogy nincsen magyar, de most mint a Fradi játszott a Celtickel, meg tudod mondani a Celticben hány skót volt? Meg se nézed. Persze. Nem is érdekel. Elmondom, hogy 3. A kezdő csapatukban 3 volt. Tehát, hogy ez már egy globális piac, az a régi romantikus dolog, mint a műsor előtt itt a nézőknek talán elmondhatjuk, itt nosztalgiáztunk a régi szép időkről, itt Fehérváron egy időben voltunk iskolások, vagy kezdtem én is a pályafutásomat, ti a munkátokat, és ezek úgy megvoltak, de ma már ez nincs meg egyszerűen, és nagyon nehéz, és a nap végén a játékos is úgy van, hogy elmegy innen. Tehát mi vértizadunk azon, hogy a fehérvári gyerekek, vagy Fehérvár környéki gyerekek maradjanak itt az utánpótlásban, és akarjanak eljutni a Vidiig. Ahogy én végigjártam ezt az egész szamálétát, és tudom, hogy ennek mekkora az értéke, amikor valaki onnan eljut a Salakosról a stadionba, és itt játszik, és a szurkolónak is tudom, hogy mennyit ad. De mégis akkor ők nem úgy érzik, úgy érzi, hogy akkor a Csiriviri Akadémiára kell elmenni, majd ott lesz játékos, és ő bennük sincs már meg az a lojalitás, ami
régen így megvolt a gyerekekben, hogy tényleg az volt az álmom, hogy a Vidibe játszok. Nem gondolkodtam abban, hogy én a, nem tudom, hol akarok játszani. Tehát akkor kicsit földhöz ragadottabb volt a világ. És ugyanígy megvan a szurkoló és a nap végén, azért amikor kimegyek olyan meccsekre, régen volt ez ez a Liga Kupa sorozat, amiben vegyesen játszottak fiatalok. Na, a szurkolók a legjobban a fiatalokat szitták, akik kettő labdát eladtak, nulla türelem volt velük szembe. Tehát, hogy szerintem ez is ilyen vegyes, ezek ilyen lózungok számomra, ilyen populista lózungok, hogy legyen magyar, legyen ez, legyen az, de a nap végén szerintem az eredmény számít. De azért én úgy vagyok vele, hogy legyen meg az arány. Tehát a magyarokat én inkább abban látom fontosnak, hogy ők tudják, mi az, hogy Vidi, mi az, hogy mondjuk játszunk a Puskással egy meccset, nem egy meccsként tekintenek rá, hanem tudják, hogy ennek megvan a maga presztízse. Tehát, hogy ilyen szempontból jó, hogyha a mag, van egy erős magod, ami azért a magyarokra épül, és melléjük kellene hozni olyan külföldieket, akik igazán jó külföldiek. Fradina, valóban furcsa, hogy Dibusz véd, és hogyha valamelyik külföldi nem sérült, akkor játszik a Botka, vagy a Sigér esetleg. Ez valóban érdekes. Utána most a vései. Utána olvastam, a Dól érában 8 magyarral álltak fel. A Nemzetközi Kupak első fordulójában kiestek a Riekával szemben, kiestek a Szarajevóval szemben, és kiestek az albán ezüstérmessel szemben, aki azért játszottak az Elbasani arénában, mert pályájuk se volt megfelelő. Tehát érdekes dolog ez, hogy mit szeretnék, hogy magyarokkal álljanak fel. És Dólt ki is rúgtak emiatt. Tavaly pedig jött a Juventus, jött a Barcelona, tehát tavaly gyakorlatilag olyan klubokkal játszottak, ami korábban elképzelhetetlen volt. Mint ahogy visszatérve még egy gondolat itt az edző kérdése, hogy 55% később nem kap állást. De úgy gondolom, hogy mindenki megpróbálja, tehát egy Huszti Szabolcs sztori, ő egyértelmű volt, el fogja vállalni, ugyanis egy MB2-es csapatot kapott, úgyhogy 5 ponttal vezették már a tabellát Kondás Elemérnél, akkor az egész ország tudta, hogy Kondást ki fogják rúgni, ő még nem. Tehát délután telefonon Fehérváron hívtak Debrecenbe, hogy tudod, hogy ki lesz a Debrecen következő edzője. Mondom, nem, mert még 8 ponttal vezetik a tabellát, azt jelenti, ma kikapnak a Gyirmottól, ki is kapta 2-0, és Huszti Szabolcs az edző hónap reggeltől. És az ő helyében nyilván elvállaltam volna, hiszen volt egy MB2-es egészen biztosan feljutó csapat. Nyáron már érezhető volt az igazolásokat látva, hogy nem lesz olyan egyszerű ez az ősz, nem is lett az, de az biztos, hogy egy 38-40 éves edzőként úgy gondolom, hogy biztosan belevágok. Tehát ez a nem mindegy, hogy adott esetben, ha már a németeket mondtad, tényleg nekem az jut eszembe, hogy Otto Rehhagel hány éven át volt a Werder Bremen edzője, és aki utána jött, most nem jut eszembe a neve, szintén nagyon-nagyon sokáig, tehát mondjuk csak egy brémai kispadot nézve. Nem volt olyan sokáig, Tomás Schaaf volt Tomás utána. Hát azért jó néhány 17 évig volt a Rehhagel, aki minden májusban bement a klubvezetőhöz, és azt mondta, hogy ha vagy én megyek, vagy lecseréltek a csapatot. Hát te nem mész, tehát sikeres vagy. Hát akkor megy a csapat, és aztán cseréltek 15-öket. Csinál a görögökből egy Európa bajnokot. Tehát hogy ez egy Huszti Szabolcsnak, és azt gondolom, hogy ha azt mondják, hogy jó, megbízunk benned, annak ellenére, hogy semmit nem tudunk az edzői kvalitásaidból, de akkor ne legyen az, hogy 10 forduló után azért, mert a 12 csapatos bajnokságból adott esetben a 8. helyen állunk, akkor kirúgjuk. Miért? Mi történik, ha Debrecen mondjuk 10. helyen marad benn? És mi történik, ha jövőre már 8. lesz, és mondjuk a Huszti összeszed annyit, vagy azt mondja, hogy akkor most leteszem ezt a névsort, és ezekkel akarok dolgozni? Tehát, hogy itt is meg lehet azért, de Magyarországon ennek semmiféle kultúrája jó, de is. Hústi van nincsenek egyszerűen generációs. De senkiben nincs türelem, ez amit mondtam. Tehát nincs a médiában, mert az első kérdés a elvesztett meccs után, hogy lemondasz-e, kirúgnak-e, stb. Tehát ez a legelső kérdés. Utána de ezt jönnek... akarja, de azért tesszük fel ezeket a kérdéseket, mert erre van a kattintás, mert ez érdekli Értem, tehát hogy igazából annyira ez a negativizmus irányába megyünk, hogy állandóan vér folyjon. Tehát ha mondjuk nyer a Vidi 5-0-ra, akkor szerintem lesz 23 hozzászólás a Facebookon, kikapunk az Újpesttől, gyalázatos játék és 80 perc ember, hát ennyi akkor 400. Tehát hogy az emberek erre utaznak egyszerűen, hogy így nagyon nehéz egy a fociban csak pozitív közeggel tudnál előre haladni, és minden körülötted lehúz, és minden abba az irányba megy, hogy hol tudnak rajtad ütni, és ez igaz a sportvezetőkre, igaz az edzőkre, és igaz a játékosokra is, mert nekik is ez egy elég kemény dolog. Mutka szurkók, erről beszéltem, hogy miért nem mentek oda az Újpest meccs után még beszélgetni hozzájuk a meccs végén a játékosok, és mondtam, hogy nem értek egyet, mert ott mindenki ideg állapotban van. A szurkoló, és ne gondoljátok, hogy a játékos nincs.
Tehát ott minden olaj a tűzre, egy beszólás, tehát hogy olyan feszültség tud kelekedni, aludjunk egyet rá, azt menjünk előre tovább. Tehát hogy itt azért senki ne gondolja azt, hogy a klubvezető, vagy a klubtulajdonos, az edzők, vagy a játékosok nem akarnak nyerni. Hát azért akik ebben szereplők és benne vannak, nekik talán még fontosabb, mert az egzisztenciájuk, a jövőjük, minden múlik rajta. Most ha így veszem egy szurkolónak, aki 40 éve vidi szurkoló, most az egyik szezon így alkul, vagy úgy, az a nagy egészben 40 év alatt nem egy jelentős dolog, de a játékosnak, az edzőnek az élete múlhat rajta, hogy Huszti Szabolcs sikeres lesz az első munkája a Debrecenben. Én ezért mondtam a 3 évet, hogy legyen megalapozott a döntésed az edző kérdésben, de utána tartsák ki mellette. És mással kell foglalkozni a szurkolóknak is, nem mindig azt kell keresni, hogy kibe tudunk belekötni. Tehát, hogy nálunk a sport, azért szeretjük a focit, és szerintem azért a legjobb sport a világon, mert teljesen kiszámíthatatlan a végeredmény. A legerősebb csapat is képes kikapni, lehetnek olyan körülmények a leggyengébbtől, ez semmilyen más sportban nincs így. Ezért szeretjük. És a másik oldalról meg nem fogadjuk el, hogy van olyan, hogy én mindent elkövetek, rendesen edzettem, felkészítettem a csapatomat, megfelelő taktika volt, motiváltam őket, nagyon akartam nyerni, és aznap kikapok. Ezt nem tudja elfogadni a közel, hogy ilyen van. Tehát, hogy én nekem azért szimpatikus az Angliában, amikor kiesik egy csapat, és a végén mutatják a képeket, hogy megtapsolják a játékosok a nézőket, sírnak, és nem az van, hogy bemegyünk a pályára, letépik a mezt, és mindenki. Figyelj, sokat beszéltünk itt Szúsjáról, ott már azért kezdenek türelmetlenkedni. Hát de ott se a fakik, akik kiállnak. Ott a tulajdonossal szemben. De ő megkapta azt az időt, amikor most már el tudod hát azért dönteni, igen. Hogy igen, vagy nem. Akkor Szúsjár, te most már kirúgnád? Én azt gondolom, hogy ő nem, már régóta téma ez, de nem tudja a következő szintet meglépni. Tehát ugyanaz, amit mondok a játékos, egy Ronaldóra, hogy az, amikor ide vagy oda billen a dolog, ő azt nem tudja már úgy tűnik átbillenteni. Tehát oda egy karakánabb edzőkkel. De nagyon nehéz ezeknél a csapatoknál, ahol sokáig voltak egy edzők, Manchester United, Arsenal, borzasztóan szenvednek, hogy ki legyen a következő, mert én azt mondom, hogy az állandóság az erő. Tehát az a kérdés, azt akartam az előbb föltenni nektek, hogy vajon egy edzőnek a szerepe a végkimenetelben mekkora? Mert azt tulajdonítjuk, ők viszik el a balhét, a sikert is, meg a balhét is, de valóban minden rajtuk áll, vagy bukik. Tehát, hogy egy, a legjobb edzővel most a nem tudom, a Kaposvár annó nem esett volna ki, mondjuk a Rebrovot tettük volna a Kaposvárra, akkor a Kaposvár hol végzett volna, és a Waltner Robi lett volna akkor, amikor Csonnékű kiesett a Kaposvárra, a Fradi edzője nem lett volna bajnok. Tehát, hogy ezeket érdemes átgondolni, hogy nagyon fontos az edzők szerepe, de azért ők is ki vannak szolgáltatva sok olyan dolognak, ami nem biztos, hogy nem véletlenül. Ugye van ez a könyv, ez a Soccer Onyx nevű könyv, amiben pont az edzők szerepét, ugye a híres elhíresült teasütis mondásom, innen idéztem, csak nekem tulajdonították. Ugye pont ezt vezették le, hogy az, hogy van egy játékosod, egy Ronaldo, azt tudod, hogy ennyi gólt fog rúgni, ezt tudja csinálni, tehát ez az ő tudása. De mivel az edzőknek, ha lenne egy exakt tudásuk, akkor minden csapathoz, ha mennek, ugyanazt hoznák, de nem tudják. Az egyikkel bajnok lesz, a másikkal kiesik. Mert annyi minden befolyásolja az ő teljesítményüket, hogy innentől kezdve, most a Révész Attila azt mondta, 20% az edző szerepe, nagyon nehéz így meghatározni, hogy hány százalék. Szerintem nagyon ne roncsa el a csapatot, ez a legfontosabb egy edzőnél, tehát hogy nagyon ne teljesítsen alul egy olyan csapattal, aminek jobb a képessége, és azt a pici pluszt, amit Szúsáról beszélünk, amikor átbillented, mondjuk, hogy első vagy második, azt tudja megtenni. Ez a nagy különbség. Tehát ha visszaemlékezel, azért ezt játékosként is meg tudod ítélni, hiszen biztos volt olyan edződ, akire nem azért volt jó, vagy azért kedveltétek, mert azt gondoltátok, hogy a taktikai húzásaival rendre frappírozza az ellenfelet. Biztos volt, aki jól tudott szólni a csapathoz, biztos volt, aki jól tudott belenyúlni egy-egy meccsbe, jól tudott motiválni. Tehát, hogy ezt egy játékos oldalról is meg lehet kérdezni valójában, hogy mennyi múlik az edző. De annyira vegyes a játékos, nem? Az edzőkről mindig, amikor beszélgettünk egymás közt, így a vezetők, hogy melyik ki a jó edző, ki nem, hogy mindenkinek más. Tehát lehet, hogy nálad ugyanaz az edző, aki neked bejön, nekem nem jön be, mert más a stílusunk, más konfliktus helyzet keveredik az adott klubban, mert mit tudom én, veszítesz, vagy éppen a
20 évvel ezelőtt nem volt pénz, és azt ki, hogy kezelte. Tehát, hogy annyi minden változó van, a játékosok is, ugye alapvetően, amikor játszol, akkor szereted az edzőt. Nekem egy ilyen edzőm volt, a Kaszás Gabi, akinél nem játszottam, és imádtam. Tehát az egyénisége, meg amit játszott, tehát annyira egyszerű volt neki, volt egy taktikai eleme, ki kellett állni a vonalra, a szélén lévő játékosnak, és az egyik oldalon fölpassz, visszapassz, nagy kereszt, ott úgy kellett átvenni a labdát, én akkor jobb közép voltam éppen, hogy ballal, dropliból le kellett simítanom, és a következő lépésre jobban be kellett adnom. És megmondom őszintén, ott volt a Máriási Zsolt, meg én, és a Mária ezt marha jól csinálta. És ő játszott. Nem tudtam vele vitatkozni, mert tényleg jobban csinálta ezt a részét, mint én. És a Kaszás Gabinak megvolt ez a játék eleme, és ő játszott, de szerettem, de azért általában a játékos befolyásolja, hogy játszol vagy nem játszol, és úgy szereted az edzőt, meg megvan-e a tekintélye. Most ezekben a dolgokban én azt látom, hogy azért mi rendben vagyunk. De akkor Csertői mondta annak idején, hogy a Barcelonával is tudna sikeres lenni? Nem. Nekik is tudna edzést tartani. Így fogalmazott. Nem mindegy. Edzést bárki tudna tartani. Jó, de azt is mondta egy nagy ember, hogy a Tatanemben is egy magyar igen. edző, ugye simán negyedik lenne. Nem, az 1-6-ban az magyar edzős, igen. Ezt mondtam. Igen, mert én alapvetően abban hiszek, hogy nyilván nem lehet kisalkítani, mert ugye ebben a kontextusban, ugye én voltam ez a nagy ember, amikor ezt mondtam, addig én egyszer... Alapvetően egy magyar edző nem tud belépni az öltözőbe, az első kérdés, hogy na, te ki vagy. Tehát innen indul a történet. Who are you? Igen, tehát hátrányba indul egy magyar edző, de nem biztos, hogy szakmailag. Tehát mi azt gondoljuk, hogy akik külföldön vannak, azok mindig mindenben jobbak. Jobb a sportigazgató, jobb az edző, jobb a játék, tehát a játékos az jobb sajnos, de a többi nem biztos. Tehát, hogy ott is vannak olyan hajmeresztő dolgok, és azért beszélünk játékosokkal, hogy azért nem biztos, hogy szakmailag mindenki olyan szinten van, hogy most holnap idehoznád, akkor azonnal látnád a csiribirit. Meg másképp is kell dolgozni, mert mondjuk ugye Benitez Ronaldónak meg akartam mondani, hogy rúgjon kapurat, és nagyon gyorsan mondták neki, hogy sétalégzés. Tehát, hogy pedig egy jó edzőről beszélünk. Tehát, hogy ott is másképp kell bánni a játékosokkal. De alapvetően maga az a tudás, amit tudnak sok edző, amit tud, az azért működne. A karakterre van gond, és pont Magyarországon ez a nehéz, hogy szerintem a magyar edzők meglettek nyomorítva abban az időben. Nekem Csertő Jaurév volt, először nálam volt így vezetőedzőként direktbe kinevezve, Siófokon, és azt mondtam neki, hogy nincs pénz másodedzőre, válasz valakit a játékosok közül. Na most Kontéról, vagy ezekre az edzőkkel el tudod képzelni, hogy azt mondaná, hogy... És milyen jól megoldott a Kuttorra? Tökéletesen megoldott, úgyhogy nem az a lényeg... a szezon végén az vezette a tabellát a csapat. Hogy ezek a magyar edzők, főleg ez a korosztály, ez úgy nőtt fel, hogy semmilyen szakmai lehetőség, meg feltétel nem állt a rendelkezésükre. A mai edzők azért már más, mert most már tényleg van minden ilyen szempontból, hogy másképp lehet dolgozni. De azért én mindig azt mondom, hogy az edzőket azért helyén kell kezelni ebbe az egész hierarchiába. Ugye az ő szerepük is megváltozott, mert azért régen azt mondta, adott az edzőnek, oldja meg. Ma már azért van játékos politika, adnak el játékost, abba be kell illeszkedni, nem lehet, hogy a legdrágábban vett játékosodat nem játszatja az edző, tehát hogy azért figyelni kell. A felkészülésben is azért a videó lemzi, a scout, a rengeteg minden technikai és hát meg ugye Lőv Zsolt is nyilatkozta, hogy sokszor kérdezik, hogy lesz-e vezetőedző, és hogy az egy következő szint, az életéből, hogy ő neki van erre szüksége, hogy amit ő egy mérkőzés után, hogy ki kell állni, azonnal nyilatkozni kell, azt a nyomást bírni, a játékosoknak a lelki világával foglalkozni, hogy akarja-e. Tehát, hogy annyira sokrétűen mindig azt szoktam mondani, hogy dolgoztam olyan edzővel, aki nagyon jó edzéseket tartott, nagyon jó motivált, nagyon jó volt a médiában, nagyon jó meccset, nagyon jó szeme volt hozzá. De az edzőknek ezt szoktam mondani, hogy egyet értsetek meg olyan, de még nem találkoztam, amelyik mindenben jó. Tehát ma már annyira specializálódik a foci, hogy én nem tudok vitatkozni mondjuk a scouttal, aki reggeltől estig kocka mód ül a számítógép előtt, hogy én jobb vagyok, mint ő, mert ő azt csinálja éjjel-nappal. Tehát, hogy az edző sem tud beleavatkozni mindenbe az erőléti edző munkájába, mert neki másra kell foglalkoznia, mert nincs idő egyszerűen minden, és pörögnek, rengeteg mérkőzés van. Tehát ezt egy kicsit így menedzselni kell inkább a stábodat. Ugye Márton Gabi, mikor ott edző, mondta, hogy egyszer leütették a
a stábot itt a Vidinél, és mondta, hogy neki még csak játékosa volt, tehát ennyi, mint itt, hogy 20 fő stáb volt a rehab személyzettel, az elemzőkkel, meg mindennel együtt. Hát sajnos. Szóval komplex munka. Elfogyott az időm. Így van. Én mondtam, hogy 2x45 percet. Visszahívunk még. De itt a végére, akkor nekem sok mindenből az egy biztosan lejött, hogy akkor a szakmai stáb itt a Vidinél nem azért van még mindig a helyén, mert féltek a Torgeles Anyitól. Nem megyünk olyan magasra, hogy találkoznánk vele. Ersenyi ott csak fönt közlekedik. Hát tényleg, Sárez, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Laci, neked is. És hát, ilyen még nem volt, hogy nem szólalt. Elvitt a sót, de akkor gyerek szobában, megmondom, gyerek. De nekem annak idején azt mondták, hogy már Bulizdi együtt járt veletek, szedte a lepattanókat, amit én őszintén csodáltam, mert én néző voltam, ő meg egy évvel idősebb nálam, és ezt hallgattam, hogy ő már a focistákkal jár Bulizdi. Petres Tomi volt akkor ebben a legnagyobb. Na hát köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást. Önöknek pedig a figyelmet, ez volt a kezdőkör, ezzel a műsorra legközelebb, majd egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár TV-ben, addig is tartsanak velünk, viszontlátásra! Press start.